Nagyon durva, hogy ennyi smink van rajtam. Mindjárt rátérek, hogy ez miért van így. Sziasztok, Matilda vagyok. És ez a felvétel utólag készül. Már este van, és itthon vagyok, de így egyszerűbb lesz. Mert a bejelentkezést a mai videóhoz, ami egyébként egy vlog videó, felvettem reggel, de kocsiban, telefonnal, és nem tudom, hogy sikerült, úgyhogy biztosra megyek, és felveszem így is, mert így biztos, hogy jobb lesz. Egyrészt apa bohóckodott mellettem, úgyhogy olyankor sose tudom elmondani, amit akarok, mert hát erre elég figyelmem. Szóval, kezdjük a legelején. Múlt hét csütörtökön, ahhoz képest, ahogy ezt most felveszem, az gyakorlatilag a szeptember 28 körül lehetett, azt hiszem, a múlt hét csütörtök. Kaptam egy megkeresést az El Magyarországi szerkesztősége, az El Magyarországtól, mondjuk így szerintem akkor, az úgy lesz pontos. Ami nagyon meglepődtem, mert az El az az El, én meg én vagyok, és így először azt hittem konkrétan, hogy valami hirdetés jött e-mailem. Aztán lenyitottam és láttam, hogy nem, konkrétan engem keresnek, ami eléggé lesokkolt, hogy úristen, miért? És azért, mert a novemberben lesz 20 éves a magyarországi El. És lesz egy ilyen cikkük, hogy 20 nő 20 alatt. Azt hiszem, ez lesz talán a címe, ebben nem vagyok teljesen pontosan biztosan pont mi. Késő este van, hosszú napom volt, úgyhogy nézzétek el nekem, hogy hülyeségeket beszélek. Szóval, 20 nő 20 év alatt, ehhez kértek fel engem, hogy ebből a 20 nőből legyek én az egyik. Olyanokat kerestek, akik vagy már valamit elértek, vagy olyasmit csinálnak, ami így érdekes lehet, és ugye az a lényeg, hogy még nagyon fiatalok, tehát még ilyen 20 évesek, 20 év alattiak. És így kerültem én is ebbe így bele, és ezért a novemberi El számban benne leszek, és emiatt ma az volt a programom, hogy fölmentünk apával Pestre egy fotózásra, hogy majd az újságban legyen fotó rólam is. Azért nézek így nagyon csinin ki, mert életemben először voltam rendes stúdiós fotózáson, ahol volt fodrász, és volt sminkes, és stylist, és atyaék. Nagyon durva nap volt, úgyhogy mindig eléggé úgy vagyok, hogy így alig tudom elhinni, hogy ez most így megtörtént, mert booktuber vagyok, és relatíve ahhoz képest ugye a könyves közösség kicsi. Tehát relatíve más fajta tartalomhoz képest nekünk a feliratkozó számaink alacsonyabbak, mint mondjuk, nem tudom, egy beauty vlogger vagy valami. Az alapvetően nagyobb nézettséget kap szerintem, mint egy könyves videó. Szóval ezért nagyon-nagyon örültem, és nagyon-nagyon megilletődtem, hogy engem is felkértek erre, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm, hogy részese lehettem ennek, és most nagyon izgatott vagyok, hogy mi lesz a végeredménye. Láttam a képeket. Hát hú, amíg voltunk Pesten, addig én, ugye nem a kamerával, úgyhogy remélem, hogy jó lett, telefonnal vettem föl dolgokat, meg közben apa az illetékes vlogemberem volt, amíg én engem sminkeltek, megöltöztettek, meg ilyenek, úgyhogy remélem, hogy jó lett. Ja igen, a storytime-hoz egyébként még az is hozzátartozik, hogy mivel sose voltam még fotózáson, nem nagyon tudtam, hogy ez hogy néz ki, mit kell vinni, mert mint így elmondták nagyjából, de hogy így abszolút pánikba voltam, hogy mit vigyek. Tehát én gyakorlatilag előző nap elmentem az Árkádba, és föltúrtam az összes boltot, de maradjunk annyiba, hogy amit a plázákban árulnak ruhák, meg amit én hordok, az nem egyezik, de mint kiderült, ezzel nincs baj, mert a hozott anyagból és az ottani anyagból dolgoztunk, úgyhogy nem volt gáz, hogy nem találtam semmi normális hacukát a boltban. De azért tudtam minni jót, ami sajátom volt, úgyhogy az már egy jó pont volt, annak örültem, mert tényleg nem tudtam, hogy mit keresek én egy stúdiós fotózáson. De abban nem megyek bele, hogy mi a véleményem a plázáknak a ruhakínálatáról, mert az egy nagyon hosszú videó lenne. Úgyhogy
íme a napom. Hát akkor ez lett volna ez a kis vlog erről az egész élményről. Tényleg nagyon-nagyon jó volt, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, és... Szerintem így körülbelül így majd így ma este így leülepszik bennem, hogy ez megtörtént. Lefáradtam, hazafele én is vezettem, úgyhogy az így valószínűleg duplán rádobott, meg még az izgalom, meg minden. És ha majd kijön az újságnak a novemberi száma, akkor majd egyrészt kiderül, melyik kép került bele, mert azt nem tudom, hogy melyik fog. Nekem mutattak így néhány nyat, és akkor azt nem tudom, hogy melyik lesz beleválogatva konkrétan. Szóval izgi. Izgi. Majd arról biztos, hogy posztolok, mert... Fogalmazunk, hogy én nagyon happy vagyok most. Érthető okokból szerintem, úgyhogy ez egy jó nap volt. És olyan jó sminket csináltak nekem, és ezt is köszönöm, tök jól áll a hajam is. Sziasztok, ez itt Matilda a jövőből, ahhoz képest, ahogy a többi felvétel készült, ugyanis most már nálam van a novemberi L szám. És meg akartam mutatni ennek a vlognak így a végére, hogy mi lett a végeredménye a fotózásnak. Nem. Na igen, itt kezdünk. És itt vagyok én. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Kicsit más, nem annyira könyves, de a könyves vonalam csatornám miatt volt ez most lehetséges, és emiatt lettem beválogatva, úgyhogy... Szerintem ide illik. Meg nagyon örültem, meg nagyon izgatott voltam. Meg úristen! Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!